A nagy újításunk, hogy most már streamelve is követhetnek minket a kedves nézők ott a túloldalon, úgyhogy ehhez hozzá kell szoknunk nekünk is. Szóval üdvözlünk mindenkit, ez itt az űrakadémia klubnak az idei féléves első alkalma. Én Bodó Zsófi vagyok, ma én leszek a moderátor. És először is kérdezném, hogy ki az, aki először van itt űrakadémia klubban? Ó, szuper! Nagyon sok új kezet és új arcot látok. Üdvözlünk titeket! Elsősorban most ez a következő pár mondat nektek fog szólni, hogy hova is csöppentetek, illetve mi is ez az egész. Az űrakadémia klub az a Magyar Asztronautikai Társaság és a Space Generation Advisory Council-nak a közös rendezvénye. A Magyar Asztronautikai Társaságról annyit érdemes tudni, hogy ez Magyarország egyik legrégebbi és legnagyobb űroktatással foglalkozó egyesülete. Különböző ifjúsági rendezvényeket szervezünk, többek között középiskolásoknak űrtáborokat nyáron, az egyetemista korosztályoknak szól az űrakadémia, a nyári nagy rendezvényünk, illetve ehhez kapcsolódóan a fél év többi részében pedig az űrakadémia klub, mint rendezvénysorozat, amiben arra törekszünk, hogy hónapról hónapra érdekes előadásokat hozzunk el nektek a számotokra. Illetve a másik rendezője ennek a rendezvénynek, ez az SGAC, a Space Generation Advisory Council. Ez egy nemzetközi szervezet, elsősorban az egyetemista és fiatal felnőtt korosztály, 18-35 éves korosztályról szól, illetve ő a másik rendezője magának ennek a klubnak. A mai este két előadást fogtok hallgatni, dr. Bacsárdi Lászlótól, illetve Dája Gergely érkezett meg közénk, és akkor nem is szaporítanám tovább a szót, hanem át is adnám a szót, fogadjátok sok szeretettel az első előadónkat, Bacsárdi Lászlót, aki az ESTEC-ben tartott kvantumkommunikációs workshopról fog nekünk egy előadást tartani. Köszönöm. És készen áll. Ez így jó lesz hangvilágilag? Tökéletes, köszönöm szépen. Én is sok szeretettel köszöntök mindenkit, örülök annak, hogy itt az űrakadémia klubban tartatok előadást. Azért is, mert 2014 nyarán a MANT-nak a főtitkára voltam, amikor megszületett ez a rendezvény sorozat, és elindult hosszú útjára, úgyhogy jó látni azt, hogy 5 évvel az indulása után is még népszerű rendezvényről beszélünk. Az előadásomnak a címéül a Hírek az ESTEC-ből az október elejé ESA kvantumtechnológiai workshop címet választottam. Azért, mert múlt héten egy viszonylag sűrű hetem volt, kedden, szerdán és sütörtökön az Európai Ügynökségnek a hollandiai központjában voltam. Az ESTEC-be is részt vettem egy európai kvantumtechnológiai rendezvényen. Itt van egy régi felvétel magáról az ESTEC-ről, ez Noordwijk-ban található, Noordwijk és Leiden között. Noordwijk-nak a szélén. Ha itt elhelyeznénk magát ezt a komplexumot, a kép bal oldalán lehet látni a beléptető, vagy azt a részt, ahol lehet parkolni, és végül átkeresni a beléptetésen, és ott van ott a sok parkoló kocsitől felfele, illetve lefele, a különböző épület együttesről az Európai Ügynökségnek dolgoznak a legkülönbözőbb szakemberei. Maga a program, amin részt vettem, az egy viszonylag sűrű program volt. Ezen a ponton én most csak felvillantanék egy ilyen rövid metszetet arról a két napról. Azt lehet látni, hogy délelőtt 10 órától kezdve az első nap az fél hatig, sőt még azon is tovább egy panelbeszélgetésen, második nap pedig reggel 9.30-tól délután fél hétig tartott a rendezvény. És viszonylag sok mindenről beszéltünk.
De miért érdekes az, hogy az ESZTEC-ben az ÉZA rendez egy kvantumtechnológiai workshopot? Szóval az egészet szeretném elhelyezni egy kontextusba, mielőtt magáról a workshopnak a tanulságairól beszélnék. Múlt hét elején, hétfőn, Brüsszelben voltam, egy olyan rendezvényen, amit az Európai Ürügynökség és az Európai Bizottságnak kettő igazgatósága szervezett közösen. Egy olyan rendszerről beszéltek, amelyre a következő évek során viszonylag több pénzt szeretne költeni az Európai Unió, legalábbis azt tervezi, hogy több időt vagy több pénzt fog rá költeni. Szerintem nem más, mint egy európai kvantumkommunikációs infrastruktúrának a kialakítása. Itt lehet látni azt a termet, ahol több mint 100-an ücsörögtünk, és nekem abban a szerencsés helyzetben volt részem, hogy az Európai Bizottság felkérésére meghívott panelbeszélgetés részvevőként. Ott ülhettem kint annál az asztalnál, ahol a megnyitókor még csak 4-en ültek kint. Hogyha szeretném összefoglalni azt, hogy miről volt szó hétfőn Brüsszelben, aztán kedden szerdán és csütörtökön pedig az ESZTEC-be, akkor azt ezzel a diával tudnám megtenni. A jövő az kvantum, legalábbis nagyon fényes jövő áll a kvantum technológiára alapozott kommunikációt illetően. Hogyha kicsit rákeresünk a neten a különböző hírekre, akkor azt lehet látni, hogy van egy kanadai cég, őket D-Wave-nek hívják, akik kvantum számítógépeket gyártanak már viszonylag régóta, legalábbis saját állításuk szerint kvantum számítógépeket gyártanak. Ha még kicsikét tovább öngészük a netnek a kapcsolódó híreit, akkor arról lehet olvasni, hogy egy másik cég, akit IBM-nek nevezünk, ő nem olyan régen szintén építette egy kvantum számítógépet, sőt a saját kvantum számítógépét az közzétette a felhőben, úgyhogy bárki, aki szeretne kvantum számítógépre programot írni, az most már otthon a lakásában, a laptopjáról, számítógépéről meg tudja ezt tenni, vagy úgy, hogy programozási skillekkel rendelkezik és ír valamiféle programozási nyelven programot, vagy pedig egy ehhez hasonló vizuális felületen összekattingat egy áramkört, amit utána tudunk kvantum számítógépen futtatni. Én mindig itt a kvantum számítógépek világánál tartva, a Microsoft nevű cég 2018-ban bejelentette a Q-Sharp programozási nyelvet, úgyhogy most már azok a programozók, akik eddig okostelefon alkalmazásokat készítettek különböző telefonokra, azok akár kvantum számítógépekre is végezhetnek fejlesztéseket. Úgyhogy úgy tűnik, hogy a kvantum számítógépek világában újabb és újabb bejelentések érkeznek arra vonatkozólag, hogy valamiféle új dolgot készítünk, és hát nem olyan régen kiszivárgott egy hír, hogy a Google-nek a kvantum számítógépe az eljutott valami olyan szintre, ami már verhetetlenné teszi a hagyományos számítógépekkel szemben. De én az előadásomban nem a kvantum számítógépekről szeretnék beszélni, mert hát a műholdas világban kevésbé hatékonyan tudnánk számítógépeket használni. És még csak nem is itt ezen a kis mókás képregény kockán látható párbeszédet szeretném folytatni a közönséggel, Schrödingernek a macskájáról, hanem inkább arra szeretnék röviden rávilágítani, hogy miért lehet hasznos ez az egész kvantumtechnológiának hívott terület a kvantumkommunikáció világába, mindez miért fontos az űrkutatásban, és hogyan juthattunk el odáig, az Európai Ürügynökség negyedik alkalommal szervez már kapcsolódó workshopot, és ezt követően pedig röviden beszámolok arról, hogy a workshopon milyen fontosabb témákkal foglalkoztak európai szemmel. Itt vagyunk a Műszaki Egyetemen, úgyhogy nem szeretnék elmenni amellett sem, hogy beszéljek pár szót arról, hogy mi itt a BME-n kvantumkommunikációt tekintve milyen kutatásokkal foglalkozunk. Én mérnök informatikus szakon végeztem itt az egyetemen, ment a Műegyetemen, és nem kvantumfizikus vagyok, ezért nem fogok semmiféle kvantumfizika egyenletet felvetíteni az előadásom során. Az egész kérdéskört inkább ezzel a mosolygós bácsival közelíteném meg, őt úgy hívják, hogy Gordon Moore, és 1958 és 1965 között tette egy megfigyelést, méghozzá azt a megfigyelést tette, hogyha fogunk egy papírlap méretű lapot, és megnézzük azt, hogy hány darab számítási egységet, úgynevezett tranzisztor tudunk elhelyezni rajta, majd pedig másfél évvel később elővesszük ugyanezt a papírlapot, akkor azt látjuk, hogy kétszer annyi tranzisztor tudunk már elhelyezni rajta. Ő ezt úgy fogalmazta meg, hogy az egységnyi méretű lapkára elhelyezhető tranzisztoroknak a száma az durván másfél évente megduplázódik. Ennek az a közgazdasági kimondása napjainkban, hogyha szeretnénk venni egy új számítógépet,
akkor nem érdemes megvenni, várjunk inkább másfél évet, mert ugyanannyi pénzért kétszer jobb számítógépet kaphatunk. Ezt már így gyakorlom magamnak majd, amikor a kislányom előáll azzal az ötlettel, hogy okostelefon szeretne, mert ez az okostelefonokra is igaz ez az állítás. De ha szeretnénk ezt elhelyezni valamilyen görbén, itt azt lehet látni, hogy 1970-től 2016-ig kezdve hány és hány tranzisztort tudtunk bezsúfolni egy egységnyi lapkába. Megint, hogy elővegyem a nálam lévő okostelefont, ezt az okostelefont egy ilyen központi számítási egység vezérli, amit nagyon sok kis apró tranzisztor alkot. A tranzisztorok még régen ekkora méretűek voltak, mint itt a kezem által mutatott rész, és most már eljutottunk odáig, hogy egy egységnyi lapkára, ami kisebb, mint a körmömnek a hegye, erre már több mint 2 milliárd tranzisztort el tudunk helyezni. El lehet képzelni, hogy mi történik akkor, ha egy ilyen körömnyi méretű lapkára, vagy ennél is kisebb lapkára el kell helyeznünk 2 milliárd számmal leírható valamit, nagyon kicsi dolgokat kell elhelyeznünk rajta. Ezért mondják azt sokan, hogy előbb-utóbb, amikor informatikában szeretnénk majd készíteni különböző eszközöket, és átlépjük ezt a nagyon sok tranzisztornyi számot, akkor nem lesznek igazok azok a hagyományos fizikai egyenletek, amelyeket középiskolában, esetleg egyetemen oktatunk, hanem helyette a kvantummechanikának az eszköztárát kell használni. És ezzel el is jutunk odáig, hogy már tudunk beszélni arról, hogy kvantummechanikán alapuló informatika, vagyis kvantuminformatika, és tudunk beszélni a kvantuminformatikának az alapegységéről. Hát kvantumbitet nem tudtam magammal hozni, mert amiket most elő tudunk állítani, azokat ultra alacsony hőmérsékleten kell tartani, és nem olyan hőmérsékleten, mint ma reggel itt volt Budapesten, hanem mínusz 270 Celsius fok alatti hőmérséklet tartományban járunk, mert egy-két ilyen millikelvin fokon működnek bizonyos típusú kvantum számítógépek, de egy reprezentációs eszközt hoztam magammal. A hagyományos informatikában bitekkel dolgozunk, és vannak a bitjeink, amelynek van 2 jól megkülönböztethető értéke, a 0 vagy az 1. Itt azon van a hangsúly, hogy a bitünknek 0 vagy 1 lehet az értéke. Mindez a pénzérme a kezembe, ennek két oldala van, fej vagy írás, ez a kapcsolódó oldal. A kvantuminformatikában kvantumbitekkel dolgozunk, amelyeknek az az érdekessége, hogy nem 0 vagy 1 értéket vehetnek fel, hanem 0 és 1 értékben vehetnek. Hogy szemléltessem ezt, ebben a teremben kihasználva azt, hogy kicsi zörgés van a folyamon, úgy kell elképzelni ezt a kvantumbitet, mindezt a pénzénét, mikor feldum a levegőbe, miközben a levegőbe van pörög, a leesés pillanatában is szintén még pörgött, és hogyha most renézek ide a földre, akkor azt látom, hogy vagy egy fej, vagy egy írás értéket vett fel. Úgyhogy ha szeretnék valamiféle analógiát elmondani, akkor a kvantumbitet úgy tudjuk elképzelni, mint a levegőben pörgő pénzérme, egyszerre van fej és írás állapotban. Persze ez a hasonlat egy-két ponton sántít, de úgy gondolom, hogy nagyon jó analógia a jelenlegi elképzelésünk a kvantumbitünket tekintve. Mégiscsak egy űrakadémia klubban vagyunk, és a rendezvényben benne van az akadémia szó, úgyhogy hadd vetítsem ki a kvantumbitnek a fizikai egyenletét. Azt lehet látni, hogy van 2 bázisállapotunk, amelyek jól megkülönböztethető bázisállapotunk, van egy nulla állapotunk, meg van egy egyes állapotunk, és a kvantumbitünk pedig ebben a két állapot által leírható térben tetszőleges értéket fel tud venni. Mindez azt jelenti, hogy még egy pörgő pénzérmét, hogyha én a Magyar Nemzeti Banktól kaptam, vagyis nem cinkelt a pénzérme, és feldobok a levegőbe, akkor esetek felében azt látom, hogy fej, esetek másik felében azt látom, hogy írás, és ha feldobom újra, és megnézem azt, hogy hányszor kaptam fejet, és hányszor kaptam írást, mondjuk 100-szor feldobom, akkor 50-szer írás fogok kapni, 50-szer fejet, így a nagy átlagban. Addig a kvantumbitjeink, azok cinkelt pénzérmének tekinthetőek, mert én tudok játszani azzal, hogy inkább fejet, vagy inkább írást hozzak ki belőlük, mikor kiolvasom az értéküket. És az első nagyon fontos üzenete ennek az egész dolognak, hogy valamiféle olyan egységgel dolgozunk, aminek az értékét csak akkor ismerjük meg, amikor kiolvassuk, egészen odáig csak valószínűségekkel dolgozunk, vagyis azzal, hogy a rendszerünknek az értéke az vagy nulla lesz, vagy egy lesz, de nekünk nem tudjuk, hogy mi a pontos érték, mert majd csak kiolvasáskor fog kiderülni. Még nézem a tekinteteket, de úgy látom, ez az állítás elfogadható. Nem fogom most bebizonyítani, hogy ez miért így van, inkább azt szeretném megmutatni, hogy ez mire használható.
mert ezáltal fogunk eljutni azokhoz az izgalmakhoz, amelyekkel most rendelkezünk. Az egyik dolog, amire fel tudjuk használni a kvantumbiteket, hogyha nagyon sok kvantumbitünk van, akkor abból tudunk készíteni egy kvantumszámítógépet. Mire jók a kvantumszámítógépek? Nagyon sok mindenre. Tudunk velük olyan műveleteket végezni, vagy olyan szimulációkat végezni, amelyeket nem tudunk hagyományos számítógépekkel elvégezni, mert nagyon sok benne a számítási potenciál. Sajnos ez a nagyon gyorsan tudunk végezni számításokat, ez jár egy hátránnyal is. Jelen pillanatban, hogyha valaki szeretne belépni a Facebookra, esetleg szeretne belépni a Gmailre, vagy bármilyen levelezési rendszerre, akkor azért lehet biztos abba, hogy senki nem hallgatja le a kommunikációját, amit folytat a szerverrel, mert egy olyan technikát használunk, amit nyilvános kulcsú, titkos kulcsú titkosításnak nevezünk. A háttérben tanúsítványok vannak, de a tanúsítványláncok mögött lévő technikának ez az alapja. A kapcsolódó megoldásokról matematikailag tudjuk, hogy fel lehet őket törni, ezért elméletileg nem biztonságosak, de gyakorlatilag mégiscsak biztonságos megoldások, mert nagyon sok ideig tart ezeknek a feltörése. Mielőtt itt érzékeltetném a feltörési időt, szeretnék egy ilyen közös gyakorlatra hívni mindenkit. Kipróbálunk egy csettintést? Jó. Hát, még nem megy olyan jól, úgyhogy hadd mutassak egy csettintés orientáló figurát is a Marvel Univerzum világából. Még egy közös csettintést nézzünk meg? Nagyon jó, köszönöm szépen. Hogyha én szeretném feltörni valakinek a Facebook vagy a Gmail belépését, nem a jelszavát, hanem a kommunikációját, a mögötte lévő RSA-t, és ezt megpróbálnám feltörni azzal a laptoppal, ami itt van az enyém mellett, az enyém egy kicsivel jobb, mint a másik, de mondjuk ezzel a normális, vagy ezzel a átlagos laptoppal, akkor a feltörésnek az ideje akár 152.000 évig is eltarthat. Ez azt jelenti, hogy elindítom a laptopot, eltelik egy kis idő, közben megváltozik egy-két dolog a Földön is, és akkor, ha letelik ez az idő, akkor kiírja azt, hogy feltörtem a kommunikációt. Jó, tehát ennyi időre van szükség hozzá, ez egy worst case, vagyis a legrosszabb a történő becslés, hogyha az én laptopommal kezdem el törni, akkor már nem 152.000 év, hanem lehet, hogy csak 10.000 év, és hogyha fogjuk most a legjobb szuperszámítógépet, ami létezik, akkor az lehet, hogy már végez pár száz év alatt is a töréssel, de biztos, hogy nem fogja most feltörni. Jó? Könnyen lehet dobálni az egyetemi környezetben olyan számokkal, mint 152.000 év, de hát mi minden történik 152.000 év alatt? Ennyi idő alatt az ember elhagyja az Afrikát, az afrikai kontinenst benépesíti az egész Földet, sőt még egy Elon Musk nevű ember köszönhetően még egy piros Teslát is elhelyez nap körüli pályára. Jó, szóval ennyi minden történik 152.000 év alatt, ami alatt ez a számítógép még mindig próbálkozik feltörni a kommunikációnkat. És nyugodtak lehetünk abba, hogy biztonságos a kommunikációnk, és senki nem hallgatja le a WhatsApp üzeneteinket, a Facebookon, amit beszélünk, és így tovább. Ha elkészül egy ténylegesen működő kvantum számítógép, akkor a törési idő jelentősen le fog csökkenni, egy csettintésnyi időre, egy másodperc lesz a törési idő. Ami azt jelenti, hogy minden, amit most biztonságosnak hiszünk, egy másodperc alatt feltörhetővé válik, és ennél sokkal rosszabb a helyzet. Jelen pillanatban bármit, amit kommunikálunk az interneten, az elképzelhető, hogy valaki rögzít, még ha titkosítva is történik a kommunikáció, tehát úgy, hogy nem lehet hozzáférni, és mondjuk egy normál számítógéppel 152.000 évig tartana törése, ha 10 év múlva lesz egy igazán jól működő kvantum számítógép, visszamenőleg is fel lehet törni mindent egy csettintésnyi idő alatt. Hogyha valakit jártos az informatikában, akkor mondhatja azt, hogy jó, akkor 1024 bites RSA helyett majd alkalmazok 2048 bites RSA-t. Számukra az a rossz hírem, hogy a törési idő kvantumosan a kulcshosszával logaritmikusan arányos, tehát akkor a törési idő nem egy csettintésnyi idő lesz, hanem 1,1 másodperc alatt fogjuk feltörni, de kevesebb lesz, mint két csettintésnyi idő. Jó? Szóval a kvantum számítógépek azok veszélyt jelentenek a napjainkban használatos kommunikációs megoldásokra, ami miatt még senki ne törölje magát a Facebookról, vagy döntsen úgy, hogy többet nem kommunikál a neten keresztül, és megmarad a füssereknél, az azért, mert jelen pillanatban a kvantum számítógépek által futtatott rekord feltörési számuk,
azok a 143-os értéket érték el. A 143-ról megmutatták azt, hogy 11-nek és a 13-nak a szorzatából áll. Amiket a titkosításhoz használunk számok, azok ilyen 1000 számjeggyel leírható számok, szorzatából alkotott számok. Tehát még nagyon messze vagyunk attól kvantumszámítógépektől, hogy feltörjük ezeket. Nóta benne azt is megmutatták egyébként, igazából az 56153-at is feltörtük, de még mindig messze vagyunk attól, hogy kvantumszámítógéppel feltörjük a titkosítást. Jó. Szóval első üzenet, a kvantumbit ez valamiféle valószínűségi dolog. A második, ha képesek vagyunk uralni sok kvantumbitet, tudunk kvantumszámítógépet építeni, és fel tudunk törni minden titkosítást, amit mostanában használunk. Mi mindenre használható még a kvantum informatikának a világa? Tudunk teleportálni. De nem úgy, mint a Star Treknek a világába, sajnos még nem tartunk ott, hogy átsugározzunk dolgokat, de van egy speciális jelenség, amit összefonódásnak nevezünk. Ennek a révén képesek vagyunk arra, hogy teleportáljunk, ha embereket nem is, akkor legalább fotonokat, a fénynek az alkotó elemét, a Föld egyik pontjáról a másikra, anélkül ez a foton ténylegesen megtette volna ezt a távolságot. A teleportálás mögött egy olyan kvantumfizikai jelenség van, amit összefonódásnak nevezünk. Erről annyit érdemes tudni, hogy 1935-ben annyira megdöbbentette Einsteint, hogy azt mondta, hogy az összefonódás nem működhet úgy, ahogyan mi most valljuk, hogy működik. És utána volt egy hosszabb hozavona a kvantumfizikusok között. 1964-ben jött egy John Bell nevű ember, aki azt mondta, hogy de, szerinte működik az összefonódás úgy, ahogyan gondoljuk. És ez egészen 1983-ig kellett várni arra, hogy egy fizikai kísérletet el tudjunk végezni. Ez a fizikai kísérlet igazolta azt, hogy működik az összefonódás úgy, ahogyan gondoltuk. Én megint nem fogok most belemenni abba, hogy az összefonódásnak mi a mély fizikai háttere, de azért szeretném illusztrálni azt, hogy mit értünk alatta. Beszéltem tehát a kvantumbitről, ami véletlenszerű értéket vesz fel, fej vagy írás, vagy nulla vagy egy lehet az értéke. Ha mondjuk ezt fotonokkal, a fényalkotó elemével szeretném szemléltetni, a fotonok azok keringenek vízszintesen a tengelyük körül, keringenek függőlegesen a tengelyük körül, ha vízszintesen kering, akkor mondjuk azt mondjuk, hogy nulla az értéke, ha függőlegesen kering, azt mondjuk egy az értéke, ha meg a kettő között kering valahogyan, akkor meg tetszőleges értéket vesz fel. Ide tudunk hozni egy olyan speciális fotonpárt, amelynek tehát két tagja van, és nem négy kereken mindennek a kocsinak, amit tolnak, hanem kettő tagja. És olyan speciális módon működik, hogyha a fotonpárt szétválasztom, és itt van a pár egyik tagja ebbe a kezembe, és megmérem az értékét, és azt mutatja, hogy az ő értéke nulla, akkor biztos lehetek abban, hogy a pár másik tagjának az értéke szintén nulla. Viszont a mérés valószínűség alapon történik, hogyha ezt az értéket megmérem először, és egyes értéket mérek inkább, akkor biztos lehetek abban, hogy a pár másik tagjának egyes az értéke. Jó? Tehát a mérés előtt nem tudom, hogy nulla vagy egy, de elvégzem a mérés, biztos lehetek abból, hogy ha itt nullát mértem, akkor bármikor is mérem meg a másik felét, azonnal, vagy egy nap múlva, vagy egy hét múlva, akkor is nullát fogok mérni. Ha meg itt egyet mértem, ott is egyes értéket fogok mérni. Az összefonódásban az az érdekes, hogy ez nem csak akkor igaz, ha az összefonódott fotonpárt itt fogom a kezembe, bár nehezen tudok két fotont megfogni a kezeimmel, hanem akkor is igaz ez, amit elmondtam, hogyha az összefonódott fotonpár egyik tagját odaadjuk Mendémonnak, ő elviszi magával a Marsra, a pár másik tagja ott marad a NASA-nak a Houstoni központjába, és a Mendémon elvégez a pár nála lévő párjával egy mérést, és ő azt méri, hogy nulla, abban a pillanatban a Földön lévő másik pártagnak is nulla lesz az értéke, pedig még a fény nem tette meg a Mars-Föld távolságot. Az összefonódásnak a jelensége a nem lokalitás elve miatt a fénysebességnél gyorsabban lejátszódik. A hátránya viszont az, és ezért igaz továbbra is minden, amit fizikából itt a teremben ülők korábban is tudtak, mert sajnos valószínűségi elven működik. Tehát ott van Matt Damon, itt vagyunk mi, mint NASA a Földön, tudjuk azt, hogy ha ő bajba kerül a Marson, akkor mondjuk krumplit kellene termeszteni, de nem tudjuk neki megüzenni a fénysebességnél gyorsabban, hogy krumplit termesszen, mert ott van nála az összefonódott fotonpárt, megegyezünk abban, hogy ha nullát mér, akkor krumplit termesz, hogyha egyet mér, akkor babot fog termeszteni. De mi itt a Földön nem tudjuk befolyásolni a mérésünket, tehát nem tudjuk elintézni úgy a mérést, hogy biztosan nullás értéket kapjunk vissza,
de abban biztosak lehetünk, hogyha összefonódást használunk, hogyha Matt Damon a Marson egyes értéket mért, tehát babot kezd termeszteni, akkor mi arról értesülünk a Földön, hogy egyes értéket mért és ő babot termesz, de nem tudjuk neki megüzenni, hogy mondjuk esetleg krumplit kellene termeszteni, tehát nem tudjuk felhasználni ezt a fénysebességnél gyorsabb kommunikációra. Úgyhogy erre nem jó, viszont összefonódásnak az alap építőköve, mert a teleportálásnak az alapépítőköve az összefonódás, de mondom, ez a Star Trek-es világ messze van. Viszont érdekes kérdések felmerülnek a jövőt tekintve. A gyakorikérdések.hu oldal angol megfeleléről származik ez az idézet. Ha tudunk majd teleportálni, akkor a pingpongba lepattanó után oda teleportálhatok-e vagy sem, hogy megmentsem. Ez egy kérdés. Hát még nem érkezett válasz, amióta ezt posztolták oda. Viszont van még egy harmadik dolog, amit a kvantum alapú világ kínál, ez pedig nem más, mint a kvantum alapú kulcsszétosztás. Úgyhogy a kvantum technológia egy kard, mert szétvágja a napjainkban használt titkosítási megoldásokat. A másik megoldásról, másik nézőpontból a kvantum technológia egy kulcs, mert biztosít egy olyan kommunikációs megoldást, amiről bizonyítottan tudjuk, hogy senki nem tud feltörni. Ha elkészül a kvantum számítógép, akkor sem tudjuk feltörni ezt. Tehát a kvantum számítógép által képviselt támadásnak is ellenáll. Ezt a titkosítási módszert szimmetrikus kulcs titkosításnak nevezik, és az a lényege, hogy van egy ládám, amit én egy olyan lakattal zárok le, aminek a kulcsát a lezáró is ismeri, meg az az ember, akihez elküldöm ezt a ládát, tehát ugyanazzal a kulcssal tudom bezárni, mint amivel ki tudom nyitni ezt a ládát. Jó? Hogyha van speciális lakatunk ezekkel a speciális kulcsokkal, és így küldjük az üzeneteket, akkor az biztosan feltörhetetlen lesz, még abban a posztapokaliptikus világban is, amit a kvantum számítógép megjelenése magával tud hozni magával. A kérdés csak az, hogy hogyan osztozunk meg kulcsokon. Itt könnyű helyzetben vagyunk, hogyha én szeretnék kommunikálni Bodó Zsófiával, aki meghívott, most megosztozunk gyorsan egy kulcson, és onnétól kezdve, ha küldött neki titkosítva üzenetet, tudjuk a lakatot kezelni, mert személyesen kulcsot cseréltünk egymással. De hát személyesen a kulcsok cseréje, az nem tud működni mindenkivel, még hogyha jó pár helyen a világon még mindig a személyes kulcserét preferálják, csak nem fizikai kulcsokat cserélnek, tehát ilyen lakatkulcsokat, hanem pendrive-okat, külső winchestereket cserélnek, amelyeknek kulcsoknak a gigabitjeit lehet megtalálni. Az a kérdés, hogy hogyan osztozunk meg kulcsokon egy olyan hálózaton, egy olyan világban, ahol nem biztonságos a kommunikáció, hiszen szeretnénk a kommunikációt biztonságossá tenni azáltal, hogy titkosítjuk, erre van szükségünk kulcsokra, és szerencsére a kvantummechanika erre tud kínálni egy megoldást. És ami a lehető legjobb dolog ebből a kérdéskörből biztonsági szemmel, hogy amíg a kvantum számítógépek nem tartanak ott, hogy feltörjék az interneten használt biztonsági megoldásokat, addig már léteznek olyan kulcsra készen kapható termékek, amelyek a biztonságot tudják biztosítani ebben a jövőben lévő világban. Itt a képen a Toshiba cégnek az egyik terméke látható. Tudunk vásárolni két dobozt, meg a két doboz közé 100 kilométernyi optikai szálat, ez van ezen az aranyszínű hengeren, és akkor biztonságosan tudunk kommunikálni rajta, úgyhogy senki nem tudja lehallgatni. Megint itt a nagyon érdeklődő kedvéért azért azt szintén hozzáteszem, hogy kvantum kommunikációt használva megosztozunk a kulcsokat, és utána normál, klasszikus, hagyományos kommunikációs megoldásokat használunk. Azt, hogy a kvantum alapú kommunikáció előrébb jár, mint a kvantum számítógép építése, az több oknak is köszönhető. Az egyik ok az, hogy szobahőmérsékleten működnek a berendezések, tehát nem kell ultra alacsony hőmérsékletre elmenni. A másik ok, hogy ebben azért nagyon sok cég üzleti tervet is lát. Azt mondják, hogy a piac várató nagyságra $2 billion környékén fog majd mozogni a kvantum kulcsszétosztás világát tekintve. Ráadásul egy gyors technológiai fejlődésről is tudunk beszélni, mert hogy kvantum kulcsszétosztásos kísérleteket elvégeztek optikai szálon, optikai kábelen, különböző távolságokban, 91-ben, vagy 89-91 között 30 cm-es távolságban, 2016-ban már 400 kilométeres távolságban, szabad légkörben pedig különböző távolságokat értünk el, 2006-ban ott is 144 kilométer volt, 2016-ban pedig már eljutottunk az űrbeli demonstrációkig. Ugyanis, még egy ilyen berendezés, mint itt mutattam, két doboz meg közte optikai szálnak
több hátránya is van, egyrészt az optikai szálat nekem vinnem kell magammal, ami nehézkes. A másik pedig, hogy amiket fényimpulzusokat küldünk rajta, mert fényt, fotonokat használunk a kommunikációhoz, azok gyengülnek az optikai szálon, és előbb-utóbb egyszerűen elvesznek, nem tudom őket detektálni. Addig, hogyha a műholdas világ felé fordulunk, akkor már jóval biztatóbbak a lehetőségek, és több különböző konfigurációról tudunk beszélni. Szeretnénk egy műhold, meg egy földi állomás között kulcsokat megosztani kvantumosan, esetleg két műhold között szeretnénk megtenni, esetleg két földi állomás között ugyanazt a műholdat felhasználva, mert először kulcsot létesít az egyik műholddal, aztán pedig a másik műholddal. Egy 10 évvel ezelőtt nagyon sok elméleti tanulmány jelent meg arról, hogy hogyan lenne érdemes műholdakat bevonva kvantumosan kulcsokat megosztani. Aztán 2016-ban Kína földkörüli pályára állította a világ első kvantumkommunikációs műholdját. 2016 nyarán a Magyar Távirati Iroda engem talált meg, hogy nyilatkozzak erről az eredményről. Nem pont ezt mondtam, hogy ezért őrült nagy dolog, de egy jelentős eredményt tudtak elérni. Szóval 2016 nyarán földkörüli pályára bocsájtották a kínaiak a világ első kvantumkommunikációs műholdját, aztán hónapokig hallgattak róla, hogy mit sikerült elérni, majd 2017 februárjában közzétettek egy hírt, ami arról szól, hogy sokkal jobban működik, mint várták. Ezen a képen nagyon sok kínai kollega néz, nagyon sok kínai karakter tartalmazó monitort, de nem sok minden derült ki az általuk elért eredményekről. Aztán 2017-ben a tudomány legrangosabb lapjaiban, mint a Nature és Science jelentek meg cikkek arról, hogy teleportálást hajtottak végre a világűrben lévő műhold meg földi állomások között. Sikeresen osztottak meg kulcsot a műhold meg kínai állomások között. 2017. szeptemberében pedig lezajlott a világ első videokonferencia beszélgetése, amit a Kínai Tudományos Akadémia meg a Bécsi Tudományos Akadémia között folytattak, és a videokonferencia beszélgetést az kvantumkommunikációs műhold segítségével megosztott kulcsokat használva titkosítottak. Úgyhogy ez most a state of the art rekord, maga a műholdjuk az egy 600 kg tömegű műhold volt, alacsony földkörüli pályán keringett, ilyen 800 km-es pálya magasságba. De nem ez az érdekessége a kínai, nem csak ez az érdekessége a kínai kísérletnek, mint a kínaiak azóta Peking és Shanghai között egy 2000 km-es távolságon 7/24-ben működő kvantumkulcétosztó vezetékes hálózatot működtetnek, amihez hozzájárult valamilyen szinten a műholdjuk, hanem az az érdekes, hogy miért pont Bécssel beszélgettek a kínaiak. A történet az ott szép, hogy 2006 és 2008 között az osztrákok javasoltak egy kísérletet az Európai Ügynökség számára, hogy jó lenne kvantumkulcétosztást végrehajtani a nemzetközi űrállomás meg egy földi állomás között, és ők előtte 2 évvel, 2006-ban elvégeztek egy sikeres kísérletet a Kanári-szigetek közt is, tehát tudták, hogy ez működni fog. Az ESA sajnos azt mondta akkoriban, hogy erre nincsen meg a megfelelő költségvetés. 2008-ban Bécsben volt egy doktorandusz hallgató, aki Kínából érkezett, megírta a doktori disszertációját, visszament Kínába. A kínai állam nem azt mondta neki, hogy nincs erre pénz, hanem kapott pénzparipát, fegyvert, és az ő vezetésével, az osztrákok ötletéből megépült a Kína első kvantumkommunikációs műholdja. Úgyhogy a hivatalosan úgy nézett ki a beszélgetés, hogy a Kínai Tudományos Akadémia beszélt a Bécsi Tudományos Akadémiával, az Osztrák Tudományos Akadémiával, de ami valóságban történt, hogy a volt hallgató beszélgetett a volt oktatójával itt a videokonferencia hívás tekintetében. Azóta az összes ESA jövetelen ezt mindig felemlegetik az ESA-s képviselőknek, hogy hát ezt nem kellett volna hagyni 2008-ban, hogy Európa ötlet kínai pénzből valósuljon meg, nem európai közreműködéssel. Erre sokan rádöbbentek azóta, de nyilván a kínai műholdnak a jele volt egy intő jel. Itt Európán belül is elindult több kezdeményezés, egyik egy kvantumtechnológia az űrben projekt, aminek Magyarországról én vagyok az egyik részvevője, ami azt vizsgálja, hogy hogyan lehet felhasználni a különböző kvantumos megoldásokat az űrvilágába. A német űrügynökség, a DLR végrehajtott egy kvantumkulcétosztó kísérletet egy mozgó repülőgép, meg egy földi állomás között. Németországban az egyik kutatóintézet létrehozott egy startup céget, aki azt állítja magáról, hogy pár éven belül műholdas kommunikációra
alapuló termékeket fog majd kínálni. A kanadaiak bejelentették azt, hogy hamarosan indulni fog az első kanadai kvantumkommunikációs műhold. Pár amerikai kollega azt mondja, hogy a Sputnik 1-gel hasonlatos sokkot kaptak az amerikaiak, mikor a kínaiaknak a műholdja elindult, mert az amerikaiak se rosszak kvantumkommunikációt tekintve. És hát mindez ahhoz vezetett, vagy ahhoz is vezetett, hogy az Európai Unió elindított egy kvantumtechnológiai flagship projektet, egy kiemelt projektet, amelyhez kapcsolódóan van egy hazai projekt is, amit Hunkotechnek, mint magyar kvantumtechnológiai projektnek nevezünk, és ebbe a projektbe a Műegyetemnek a kollégái is részt vesznek. Én azt szeretném kiemelni, ami ebből a projektből az űrhöz és a kulcsétosztáshoz kapcsolódik. Már évek óta foglalkozunk azzal, hogy modellezzük azt, hogy hogyan lehet egy földi állomás meg egy műhold között kvantumosan kulcsot megosztani. Ez egyáltalán nem triviális kérdéskör. Ha most kinézünk itt az ablakon, felhős az ég, ebbe vagy ilyen időjárási viszonyok mellett nem tudunk kulcsot megosztani műholddal, mert hogy lézerjelet szeretnénk küldeni rá olyan tartományba, ahol felhőmentes környezetre van szükségünk, ha csak nem másféle lézert használunk, amivel át tudjunk menni a felhőn is. De nem csak elméleti kutatást végeztünk, hanem megépítettük az első hazai kvantumkulcsétosztó berendezést. Ott a képen több BM és kollega mosolyog, akkor még a hasam nem volt ekkora űrtartalmú, mint ahogyan most itt állok. Ez jó pár évvel ezelőtt készült, ez viszont most már egy sokkal frissebb kép. Ez idén szeptemberben, ahol megépítettük az országnak a második kvantumkulcsétosztó berendezését együttműködve egy hazai távközlési céggel, és ezt bemutattuk az egyik legnagyobb távközlési konferencián. És amivel pedig most aktívan foglalkozunk, az nem más, mint hogy szeretnénk szabadtéri kulcsétosztást végrehajtani, ezt Free Space QKD-nak hívják, a QKD az Quantum Key Distribution, mint kulcsétosztás. Méghozzá mi összefonódást szeretnénk felhasználni a rendszerünkbe. Itt lehet látni egy olyan baloldalt, egy olyan kis elrendezést, amelynek a segítségével képesek vagyunk összefonódott fotonpárt előállítani. Itt lehet látni egy olyan társcsövet, amit azért szereztünk be, mert majd szeretnénk vele detektálni a beérkező fotonokat. És hát első körben nem műholdra fogunk lőni, mint Magyarország, hanem a Duna két oldala között szeretnénk ezt végrehajtani. Itt lehet látni azt az épületet, hogyha hát tudom odahúzni az egeret. Nem oda akartam menni. Ahol mi vagyunk, a BME-nek az épületét, és valahol a Duna túloldalán valamelyik épület tetejével fogunk majd kulcsot megosztani. Hogyha folyóvíz felett megyünk át, az kritikus, hogy ebből a szempontból valami újat tudunk alkotni ahhoz képest, amit végeztek végeztek mások. De benne vagyunk egy olyan projektben, aminek Capital a neve, ez egy szójáték az angol főváros szóval. Szeretnénk létrehozni egy olyan összeköttetést, ami Budapestet összeköti Pozsonnyal, Béccsel és még jó néhány egyéb várossal és fővárossal. Itt tartunk most mi, mint Magyarország, és hogy ez az egész dolog hol helyezkedik el Európában, arról szeretnék mutatni egy vagy két diát. Idén márciusban került sor egy előzetes bejelentésre az Európai Bizottság. Az Európai Bizottság meg az Európai Ügynökség együtt fog működni a kvantumkulcsétosztás világát tekintve, és idén júniusban pedig a 7 ország aláírt egy megállapodást arról, hogy létrehoznak egy európai kvantumkommunikációs infrastruktúrát. Ez a megállapodáshoz 8. országként kapcsolódott Magyarország is, mostanra 10 ország írta összesen alá. Ezt a diát múlt héten hétfőn vetítették ki Brüsszelbe. Az volt ráírva, hogy unclassified, szóval szeretném itt kivetíteni az előadásba. Az az elképzelése az Európai Bizottságnak, hogy a következő évek során arra biztatják az egyes országokat, hogy hozzanak létre saját maguknak kvantumkommunikációs infrastruktúrát, azért, hogy biztonságosan lehet kommunikálni olyan résztvevők számára, akik számára érdekes és fontos a biztonság. Ez lehet a telekommunikációs szektor, ez lehet a banki szektor, lehet a kormányzati szektor. És szeretnék összekötni a különböző országokban kialakított kapcsolatot valamilyen módon, és ez a valamilyen mód, ez műholdas linkeket fog
jelenteni. És ez az a pont, ahol megjelenik a műholdas kommunikáció is, mert hogy lesznek vezetékes szegmensek, ezek itt a Grand Linkek, mint Földi Linkek, meg különböző műholdas linkek. Az, hogy ezek a műholdak milyen pályamagasságon keringenek, ez ebben a kérdés, ebben a pillanatban még egy nyitott kérdés. Tudunk beszélni, hogy alacsony földköli pályáról, mondjuk 300 és 2000 kilométer között tudunk beszélni, közepes földkörüli pályáról, akkor ilyen 20.000 kilométeres magasságban gondolkoznak, vagy geostacionárius pályáról, akkor pedig 35.000 kilométeres magasságban kering a műhold. Minél messzebb van, annál erősebb lézerjeleket kell küldenünk, és annál nagyobb társtűrre, detektorra van szükségünk, hogy elkapjuk a jelet. Cserébe, hogyha geopályán lévő műholdunk van, akkor nem kell utána fordulnunk az antennával, mert hogy fix ponton van a műhold a fejünk felett. És ezt alapozza meg az ESA-nak a Saga missziója, vagy küldetése. Az Európai Űrügynökségnél is szeretik a különböző projekt szavakat. Hát a Sagát azt nem sikerült kihozni a kezdő betűkből, de ha azt mondjuk, hogy ez egy biztonságos kriptográfiai küldetés, akkor meg tudjuk találni azokból a betűkkel, amelyekből kijön a Saga rövidítés. És az az elképzelés az Európai Nökségnek, hogy egy alacsony földköli pályán keringő műholdat, meg később egy geostacionárius pályán keringő műholdat fog készíteni. Az ezzel kapcsolatos tervet nyújtja be az ESA miniszteri tanácsra, ami most november végén lesz. Majd is, ahol az ESA-nak a következő évre szóló terveiről lesz szó. Úgyhogy szeretnék még egyszer visszamenni arra a diasornak, mutattam az előadásomnak az elején, mert ez itt talán még jobban elhelyezi azt, hogy miért is foglalkozik az Európai Űrügynökség és kvantum technológiával, és hogy mégiscsak milyen témákról volt szó itt a programon belül. Beszéltünk arról, hogy hogyan lehet felhasználni a kvantum technológiát arra, hogy jobbá tegyük a távérzékelést. Beszéltünk arról, hogy hogyan lehet jobbá tenni a frekvencia gazdálkodást. Beszéltünk arról, hogy hogyan lehet kifejleszteni olyan eszközöket kvantumtechnológiai megoldások segítségével, amelyek miatt jobbak lesznek a detektoraink, jobbak lesznek a lézerjeink, amelyek nem biztos, hogy kvantumkommunikáció számára fontosak, hanem mondjuk az optikai kommunikáció számára fontosak. Szó volt arról, hogy oké, hogy valamiféle kutatás zajlik, de mindig fontos kérdés az, hogy mi lesz ennek a felhasználása az ipar számára, és itt különböző terveket hallgathattunk meg. Szó volt arra, hogy mi a kapcsolódó policy, vagyis hogy ezeknek az alkalmazását majd milyen körülményekkel, szabályrendszerrel kapcsolatban képzelhetünk el. Itt elhangoztak különböző számok, az Európai Bizottság úgy döntött, hogy 2016 úgy döntött, hogy 1 milliárd eurót fordít kvantumtechnológiára a következő 10 év során. A kínaiak ennél nagyobb összeget költenek el erre a technológiára, ennél kisebb időintervallum alatt egyébként. A britek, bár lehet, hogy kilépnek az EU-ból, vagy lehet, hogy nem lépnek ki az EU-ból, de döntöttek arról, hogy 400 millió fontot tesznek be a következő pár év során kvantumtechnológiai rendszerbe. Az amerikai kapcsolódó költséget, amit tavaly bejelentettek december környékén, az szintén 1 milliárd dollár nagyságrend környékén mozog. Úgyhogy viszonylag nagy pénzek mozognak itt ezen a területen. És hát a programnak egy jó nagy része pedig azzal foglalkozott, hogy hogyan is képzeli el az Európai Űrügynökség ezt a kvantumkommunikációs megoldást, amit Sagának hív, és milyen kapcsolódó megoldások vannak. De nem csak ez az érdekes, hanem visszogorva az előző diára, azért én szeretném kiemelni azt, hogy milyen helyekről hangoztak el előadások. Az Európai Űrügynökségnek tipikusan úgy működnek a projektjei, hogy közé tesz egy felhívást, egy invitation to tendert, amelyre utána beadhatnak különböző konzorciumok pályázatot, és általában ezekre ilyen nagy úgynevezett prime-nak hívott szervezetek szoktak, vagy cégek szoktak pályázni. Európán belül mondjuk három nagy prime-ról tudunk beszélni, az egyiket úgy hívják, hogy Airbus, a másikat úgy hívják, hogy Thales, a harmadikat pedig úgy hívják, hogy OHB. És ha megnézzük azt, hogy kik tartottak előadást itt, hogy számunkra érdekes a kvantumkommunikáció, azt lehet látni, hogy első nap estéjén egy Airbus előadás volt, második napnak a keynote előadását, az a magánprogramma nincsen rajta, de a keynote előadást azt a Thales-től tartották, és az OHB mondta el az elképzelését az űrszegmens tekintve, és mind a három prime arról számolt be,
hogy ők elkezdtek kvantumkommunikáció iránt eléggé aktívan érdeklődni, van kisebb-nagyobb csapat náluk, aki kvantumkommunikációval foglalkozik. Az, hogy Magyarország hogyan tud ebben a továbbiakban részt venni, az még több szempontból kérdéses, viszont Magyarország benne van abban a 10 európai országban, aki aláírta az európai kvantumkommunikációs technológiáról szóló együttműködés, és hát Magyarország tagja az Európai Ügynökségnek is, úgyhogy az ESA oldaláról is valamilyen szinten részt tudunk majd venni itt a kapcsolódó tevékenységbe. Úgyhogy nagyon röviden összefoglalva azt a sok mindent, amiről beszéltem, ha mert a kvantumtechnológiára alapozva képesek vagyunk arra, hogy beszéljünk kvantuminformatikáról, miféle ilyen valószínűségi működés jelent. Ha vannak kvantumbitjeink, tudunk kvantumszámítógépet építeni, amivel jelentős veszélyt fog majd jelenteni a napjainkban használt biztonsági megoldásra. Ráadásul egy jövőben elkészülő kvantumszámítógép, ami ha 5 vagy 10 vagy 15 év múlva elkészül, az a múltban is visszamenőleg veszélyt jelenthet. Ha tudunk teleportálni, ami egy érdekes dolog. Viszont képesek vagyunk arra, hogy egy jó pajzsot készítsünk a kvantum alapú kulcétosztás tekintve, és azon a területen a megoldásaink már kifértek a gyárkapun, és az Európai Ügynökség is többek között kiemelten foglalkozik ezzel a területtel, olyan egyre több európai cég, amelyeknek kevesebb vagy több közük van az űrkutatáshoz, szintén elkezdtek aktívan foglalkozni a kvantumnak a világával. Én annyit szerettem volna elmondani ebbe a rövid előadásba, és hát nyilván, hogyha vannak kérdések, arra a következő percek során szívesen válaszolok. Köszönöm szépen a figyelmet! Szakmai válasz erre a kérdésre, hogy a kvantum párhuzamosság elveteszi lehetővé azt, hogy gyorsabbak, de hadd válaszoljak erre megint inkább a kezdeti analógiámat felhasználva. Hogyha van ez a pörgő pénzérme, amit azért felveszek, hogy ne hagyjak itt a terembe, ezzel miközben pörög, én egyszerre két bitnyi információt tudok reprezentálni, ez egyszerre van nulla és egy állapotban. Hogyha én fogok kettő pénzérmét és feldobom, és ezt tekintem egy rendszernek, akkor ez már egy olyan rendszert reprezentál, aminek négy különböző állapota van. Mert lehet az, hogy mindkettő fej-fej lesz, lehet az, hogy fejírás lesz, írásfej, vagy írás-írás lesz az eredmény. Ez a négy állapotban van egyszerre. Ha három pörgő pénzérmét dobok fel, és azért mondom, hogy sánt itt a pénzérmés hasonlat, mert a kvantumbitek azok nem pörgő pénzérmék, ennél bonyolultabban működnek, de fogok három kvantumbitát, azzal már kétszer-kettőször kettő állapoton tudok leírni egyszerre, azaz 8 értéket. Ha fogok 500 kvantumbitát, akkor azzal 2/500 állapotot írok le, az már több mint égen a csillag állapotot tesz lehetővé. És azért gyorsabb a kvantum számítógé, mert ettől még egy klasszikus számítógépen tudok nagyon sok állapotot leírni, mert hogyha én egy hagyományos számítógépen szeretnék elvégezni egy műveletet, akkor azt kell nagyon sok számmal, akkor azt kell csinálnom, hogy először elvégezhetem a művelet, mondjuk szeretnék végrehajtani egy függvényt, szeretnék kiértékelni, akkor először beadom a függvénynek azt a bemenetet, hogy egyes érték, beadom rá azt a bemenetet, hogy kettes érték, hármas érték, négyes érték, ötös érték, és így szépen sok lépésben kiszámolom az eredményt. A kvantum számítógépnek pedig beadom ezt a nagyon sok állapotot tartalmazó sok dolgot, és arra a kvantum számítógép egyetlen egy lépésben kiszámolja az eredményt az összes lehetséges bemenetre. Úgyhogy sokkal-sokkal gyorsabb számítást tesz emiatt lehetővé, mint egy hagyományos számítógép. Amit említettem, titkosítási feltörést, ezt úgy kell elképzelni, RSA titkosításnak hívjuk a titkosítást, hogy a kapcsolódó algoritmus az úgy törül fel az RSA-t, hogy előállítja az RSA mögött lévő két nagy számot, amelyek prim számok legyenek, egyel és önmagán kívül nincs más osztójuk, szorozzuk össze, így kapunk egy hatalmas számot, amiről nem tudjuk megmondani, hogy melyik két számból szoroztuk össze, csak el nem kezdjük így egyenként tesztelni ezt a dolgot.
és a kvantum számítógép előállítja az összes lehetséges számot, amiből ezt a nagy számot létre tudtuk hozni, ezért tudja nagyon hatékonyan feltörni. Aha. Ezért mondom azt, hogy nagyon jó a kérdés. Nem az a gondom a kvantum számítógéppel, hogy nem tudom összehasonlítani, az a gondom vele, hogy valószínűségi módon tartalmazza. Tehát tartalmazza ugyan a számomra érdekes prim tényezőket is, de ezeket valamiféle valószínűségi módon. Ezért nekem még további lépéseket el kell végeznem, hogy a kvantum számítógép végén a kijelzőjén a számomra érdekes bemenetet adja. Ezért van az, hogy nem egy lépésben tudom megkapni az eredményt, hanem több lépésre van szükségem. Ezeket a lépéseket egy csettintés idő alatt azért végre tudom hallgatni. Jó, megint, hogyha valakit ez a téma bővebben érdekel, amit csinálunk, kvantumpározamosság elvét alkalmazzuk, és amit utána végrehajtunk, az nem más, mint egy amplitúdó erősítésnek hívott terület, angolul amplitúdó amplification a kifejezés. Nyilván szintén csak segélyes szakmai választra vágyom, de ugye amikor fölülnek egy ilyen... Megismétlem majd a kérdés utána, és akkor elhangzik a kérdés. Csak beszéltem. Oké. Ide való. Így most jó? Tehát, hogyha föllövünk egy ilyen műholdat, akkor ő magával visz valamit, aminek a párját közben itt megszeretgette a Földön, vagy hogy alakul ki ez a dolog, és hogy lehet például az, hogy fönn van a műhold, és Bécsben is, meg Kínában is hozzá tudnak jutni ehhez a kulcshoz végül is. Jó, mind a kettő kérdés az nagyon jó kérdés. Az, hogy hogyan szeretnénk kvantumosan kulcsot megosztani, erre több különböző megoldás van, két nagy család van, ebből az egyik család kapcsolódik az összefonódáshoz. Az összefonódás esetén, ami történik, hogy a műhold fedélzetén van egy lézerünk, a lézer az kibocsát egy fotont, mi ezt a fotont valamilyen módon szétbontjuk kettő fotonra, amely összefonódott párként működik, tipikusan valamiféle kristályt használunk fel, tehát az egy darab foton ketté tudjuk hasítani két fotonnál egy speciális kristálynak a segítségével. És ami történik, hogy a műhold után ezt a két fotont leküldi a Földre, az egyik fotonpárt egyik felét az egyik állomásra, a fotonpár másik felét a másik állomásra. Nyilván ezt a foton csak úgy tudja megtenni, szóval ez ahogyan küldjük a foton, nem viszi föl magával, hanem ott generáljuk a műholdnak a fedélzetén. A tesztelték azt, hogy hogyan tudunk jó összefonódott fotonforrásokat készíteni. A mi összefonódott fotonforrásunk, amivel dolgozunk a laborban, az viszonylag nagy, mert nem műholdra készülünk vele, de múlt héten láttam egy szingapúri prezentációt, mert CubeSat szabvány méretbe is belefér az ő általuk lévő összefonódott forrás, és ők már tesztelték is a szingapúriak egyébként rakétán, hogy működik, most mennek fel majd CubeSat-tal, hogy teszteljék a világnak ennek a működését. Amikor elküldjük lefelé a jelet, akkor azonban szükségünk van arra, hogy rálássunk egyszerre a két városra, és egy Leo pályán lévő műholdról nem látjuk egyszerre Pekinget, meg Bécsnek a városát. Úgyhogy amit a kínaiak megcsináltak, az egy olyan koncepció volt, ami a megbízható műhold fogalmát takarja magába. Amikor Peking falott volt a műhold, akkor megosztottak egy kulcsot a műhold meg Peking között. Utána, amikor a műhold Bécs közé vagy fölé ért rád, akkor megosztottak egy kulcsot a műhold meg Bécs között, és a matematikai művelet segítségével elérték azt, hogy egy olyan bitsorozat jöjjön létre, egy olyan közös kulcs, ami már Bécs és Peking között érvényes. A csúsztatás ott van a válaszomban, hogy Bécsben akkora a fényszennyezés, hogy nem látunk rá a kínaiaknak a műholdjára, úgyhogy a gráci állomásokat használták fel, úgyhogy Grác és Bécs között utána már normál módon küldték át a kulcsot. Ezért mondják azt többen, hogy jobban járnánk egy geopályán lévő műholdra, mert a geopályáról mondjuk a Földnek és az egész Európát, meg még a környe, a Afrikának egy részét, meg Ázsiának egy részét le tudnánk venni, tehát globális, vagy valamennyire európai szemmel nézve egy pán-európai szolgáltatást tudnánk nyújtani, és akkor ténylegesen működik az, hogy egy műholdról küldöm ki ezt az összefonódott fotonpárt, nem kell megbíznom benne, csak hát nyilván ennek vannak hátrányai is. Ezt kiszámolták az ESA-nál is, de mi is kiszámoltuk az egyik kollégámmal, hogy ha geostacionáris pályán lévő műholdnak szeretnénk fogadni a jeleit, akkor itt a Földön legalább 2 méter átmérőjű tükörre lenne szükségünk, hogy vegyük ezt a jelet.
Hát már most is elég érdekesen néz ki Budapest városa a különböző mobilbázis állomásokkal. Most még képzeljük el azt, hogy itt elhelyezünk ilyen 2-3 méter átmérőjű vevőantennákat is, hogy fogadjuk ennek a műholdnak a jeleit. Ha pedig egy alacsony folyóképpályán lévő műholdnak szeretnénk fogadni erejét, akkor mondjuk egy 20 cm-es kis teleszkóp is elegendő. Lehet ez, ami mondjuk az alacsony földkörépálya mellett szól. Ha nincsen senki másnak kérdése, akkor köszönjük szépen Batyári Lacinak az előadását.